Beköszöntött a jó idő a hétvégén, és sokan választották programjuknak a kiruccanást. Stábunk ellátogatott Makó legkedveltebb természetközeli helyszínére, a Marospartra, hogy megnézzük a vízállást és azt, hogy mennyien vannak kint. A folyó áradása miatt több kalandparti elem le van zárva. Azonban ez sem tántorította el a családokat, szerelmeseket, hogy leüljenek egy kicsit és piknikezzenek, töltődjenek. Láttuk az erdőt, a Maros folyót, ami most nagyon el van öntve. Hát, én Kardoskútról jöttem, anyukámmal, a nevelőapukámmal, meg a sógorommal. Én Budapestről jöttem, és hát sajnos el van öntve a Maros folyó, ezért nem lehet itt játszani, de hát azért még itt el vagyunk, és anyukámmal jöttem, meg apukámmal. Makóiak vagyunk. Itt kértem meg a feleségem kezdítanom 2 évvel ezelőtt, és lenéztünk, hogy mégis mi a helyzet erről a vízzel, sajnos, hogy magas a vízállás. Szomorú ez, hogy sajnos ez a helyzet. Sokkal jobb volna nyilván, hogyha ez normális mederbe volna az egész. Bízunk benne, hogy lemegy, és nem lesz komoly probléma. Egy 12 fő szegedi fiatalokból álló társaság is a Marospartot választotta a csapatépítés helyszínéül. Szombaton este a tábortűz körül tettek, vettek, készülődtek a vacsora elkészítéséhez. Akkor úgy terveztük, hogy ma este ilyen sütögetéssel fejezzük be a napot, és akkor gondoltuk, hogy ez itt jó hely lesz erre. Voltunk már itt egyszer megnézni a helyet, és akkor megkérdeztük, hogy lehet-e egy tüzet gyújtani, és akkor azt mondták, hogy nyugodtan, meg adtak nekünk ilyen sörpadokat. És azt látom, hogy itt nagyon sokan vannak, az annak ellenére, hogy akár sok a szúnyog. Szóval a hangulat az nagyon jó, igazából azt látom, mindenki elvezet, hogy itt lehet. A büfé nyitva tartását sem befolyásolja a vízállás, azonban már a lombkorona sétányra hatással van. Ott jártunkkor a talapzatát teljesen elöntötte a Maros, ezért le kellett zárni a turista látványosságot. Az Alsó-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a héten már apadt a folyó. Remélhetőleg heteken belül újra használatba lehet majd venni a kalandpart és a kilátó elemeit is.